foglalkozunk szőlőtermesztéssel és műtermesztéssel. Tiszenkáron gazdálkodunk. Most, hogy megkaptam a stafétát a sokféle gazdáktól ehhez a felvételhez, be szeretném mutatni, hogy nálunk a pincészetemér éppen milyen aktuális munkálatok folynak. Fontosnak tartom, hogy ahhoz, hogy jó bort palackozhassunk, ahhoz a szőlő ültetvénynek is nagyon szép állapotban kell lenni, és hát én is igyekszem törekedni, hogy minél szebben tudjuk a szőlőket termeszteni, minél szebb állapotban legyen a szőlőnk, és most itt éppen nálunk kapálás folyik, kapálógéppel kapálom a szőlőnket. Amit most nagyon nehéz elvégezni, mert sajnos mostában nagyon kevés csapadék hullik. A hétvégén esett 6 mm eső, de amilyen nagy szél van, azt éppen lehet is látni. Nagyon gyorsan kiszárítja a talajt, úgyhogy próbálok most időben gyorsan elkapálni a kapálást. Ez a gép ilyen munkálatot végez, szépen kikerüli a tőkét, és szépen gondosan megkapálja. Ezt a műveletet, a kapálást, hogyha a szezonban háromszor megcsináljuk, akkor szépen gazmentes marad a talaj, amitől szép lesz az ültetvény. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogy meghallgattatok, és hogyha már itt kőszegre került a videóanyag, akkor szeretném beharangozni, hogy a Kampics Pincészet lesz a következő gazda, aki megmutatja, hogy milyen aktuális munkák folynak náluk is az ültetvényükön. Köszönöm szépen, sziasztok!